Én egy iskoláról szeretnék mesélni, az én mesteriskolámról. Az élet úgy hozta, hogy én nem Magyarországon jártam mesteriskolába, hanem lehetőségem adódott arra, hogy 1988-89 fordulóján Belgiumban a Leuveni Egyetem mellett működő intézetben tanulhassak egy évet. A Center for Historic Towns and Buildings nevű posztgraduális oktatási hely egy nagyon meghatározó műemlékes iskola, tulajdonképpen három ilyen létezett Európában akkor, Yorkban, Leuvenben és Rómában. A lehetőséget az MTA soros ösztöndíj adta, és az, hogy az akkori munkahelyemen, ahol dolgoztam, az Országos Műemléki Felügyelőségen, mesterünk volt Horler Miklós, aki viszont ezen az egyetemen akkor már évek óta tanított, lévén a kurzust vezető professzornak, Reimann Lömernek régi jó barátja volt. Őtőle hallottunk először erről az egész intézményről, ahol nemzetközi diáksereknek, nemzetközi professzorsereg tanította a műemlékvédelemmel és a várostervezéssel, történeti városok tervezésével kapcsolatos gondolatokat. Miért volt ez fontos, vagy miért is hozom ezt elő? Azért, mert tulajdonképpen, hogyha magamat vizsgálom, és keresem azt a pillanatot, ami ösztönzést adott arra, hogy egyfelől a műemlékek világából indulva, másfelől megérkezve oda, hogy most a metrók és a budapesti négyes metró világába kalauzolhatom el a látogatóimat, valamilyen módon nekem magamnak is választ kell találni, hogy mi volt az a momentum, amelyik irányváltást hozott, amelyik ezt a két egymástól nagyon távol eső területet egyáltalán összekapcsolja. És hát arra jutottam, hogy ez mindenképpen ez az egyetem volt, ez az izgalmas év. Izgalmas volt ez több okból is. Egyrészt én nekem akkor már két gyerekem volt, akiket feleségemmel itthon hagytam. Másfelől pedig izgalmas volt, mert 88-89-ben a rendszerváltás előszele volt, amit hát itt csak messziről láttunk, illetve erről a távoli helyről próbáltuk követni az eseményeket. Erre az útra végül is ketten mehettünk el, Varga István barátommal, akivel az egyéves együtttartózkodás után egy életre szóló barátság is alakult ki. Miért volt fontos az irányváltásban ez az egyetem? Azért, mert tulajdonképpen az addigi nagyon műemlék, vagy objektum, vagy épületcentrikus szemléletemet alapvetően kinyitotta a város irányába. Egyfelől nagyon sokat tanulhattunk magáról a műemlékvédelem elveiről, módszereiről, gyakorlatáról. Lenyűgöző professzoraink voltak ebben, akik a gyakorlatban is részt vettek, akik ott Leuvenben vagy Leuven környékén korlátlan mennyiségben tudták mutogatni saját munkáikat, középkori helyreállított apátságtól kezdve, városi lakóházon keresztül mindenfélét, és azt a könnyedséget ismertük meg, ahogy ezekről a kérdésekről beszéltek, ellentétben azzal a kicsit feszes, feszült megközelítéssel, amit akkor már a saját munkánkból ismertünk Magyarországról. Másfelől a nemzetközi seregletben olyan nagyszerű professzorok is megjelentek, akik az angol gyakorlatot tudták mutatni, vagy a japán gyakorlatot, vagy a németet. Ugyanakkor, ami teljesen új volt számomra, az a városi lépték, a történeti város működése, szociológiája, gazdaságtana, a turizmus hatása. Tehát olyan irányokról kezdtek nekünk mesélni, amiről én őszintén szólva itthon addig nem hallottam, nem foglalkoztam vele. És ez egy egészen új világot nyitott meg. A történeti városhoz való viszonyukat egészen más határozta meg, mint ugye az akkor még létező szocializmusban mi nálunk. Nyilvánvalóan
ők érdeklődve figyelték, hogy mi nálunk, mi hogy történik egy történeti város felújítása kapcsán. Mi viszont beleláttunk abba, hogy egy egészséges kapitalista ingatlanfejlesztéssel és városfejlesztéssel megfűszerezett világban kell tudni a műemlékvédelemnek érvényt szerezni. Újvárossal is találkoztunk, de ezt tudni kell, hogy Belgiumban egyetlen egy új város van, ez Louvain-la-Neuve, az az egyetemi város, amit azért kellett a semmiből fölépíteni, mert a nyelvi viták miatt a középkori Leuveni Egyetem flamand területre került, ezért kellett a vallon területen is építeni egy másik egyetemi várost. Ennek a tervezői, a szociológusa, a város tervezője, az épület tervezője részletesen el tudta nekünk mondani, hogy milyen gondolatok is vezették őket akkor. Általában új szemléletekkel találkoztunk, de hát nem volt nehéz minket persze meglepni, mert mi a bankkártyával is ott ismerkedtünk meg, tehát abban az időben egy egész sokrétű új világ nyíltott nekünk. A meghatározó élmény volt viszont a barcelonai főépítész megjelenése, Jean Busquet, abban az időben volt főépítésze Barcelonának, amikor a 92-es olimpiára készültek. Ez az ember egy fiatal ember volt, ő 35 éves korában lett kinevezve erre a posztra, és amikor ott nekünk beszámolt, akkor 42-3 lehetett. És lenyűgöző volt az, lehet, hogy ezért is lettem most főépítész, lenyűgöző volt az a magabiztossága, hogy szinte katona módjára tudta elmesélni, hogy mostan keletre megnyitottuk a város fejlődésének útját, nem tudjuk, hogy hány év alatt, de ezen a parton végig fog szaladni. Most itt ezt fogjuk tenni a blokkrendszerrel, most a középkori városrészekben a terek megújításával lépünk előre, és tulajdonképpen minden így is történt, ahogy ők erre rákészültek és megfogalmazták. Ez nagyon komoly, izgalmas tapasztalatot adott. Barátaink is lettek, Barbara, Paul egy házaspár, ahol megismertük azt, hogy a magánpraxis mit tesz Wernerrel, a harmadik társukkal. Egy olyan céget vittek, ami városi léptéktől a műemléki részletekig mindenféle feladattal foglalkozott, és hát nekünk akkor még őszintén szólva a magánpraxisban folytatott építész iroda is újdonság volt és meglepetés erejével hatott. Ezért nagyon figyeltünk, hogy hogy rakják össze a munkáikat, a portfóliójukat, milyen irányokba tudnak elmenni, és azt is láttuk, hogy mennyire tudnak szakosodni. Tehát Barbara tudott szakosodni hordta épületekre, mert az a piac lehetővé tette, hogy ennyire specializálódjon. Hazaérkezve látnunk kellett, hogy ha magáncéget csinálunk, akkor nem lehet ennyire a műemlékvédelemre specializálódni, de itt jött megint elő az, hogy a város kezdett érdekelni, és ezért egy más léptékű feladathoz tudtunk hozzányúlni. A hazaérkezés után, hát a rendszerváltás első éveiben magával a műemléki működésnek a törvényi hátterével és a pénzügyi hátterével is sikerült foglalkoznunk. Ennek az egész iskolának köszönhetően kapcsolódhattunk be Európa tanácsi együttműködésekbe, és hát, hogy ebből mennyit sikerült itt Magyarországon értékelhető gyakorlatba átfordítani, ezt nem tudom megmondani, de kicsit később a nemzeti kulturális alap működésébe azért valamennyire tudtunk hasznosítani ebből a tudásból is. És innentől kezdve
Az itthoni gyakorlatban sikerült bele kapaszkodni ezekbe az ismeretekbe. A konkrét műemlékek védelmétől sikerült átlépni a városrehabilitáció területére. A városrehabilitációs program 90-es évek végén Budapest számára olyan csapat dolgozta ki, ahol szociológustól, várostervezőig és műemlékvédelmi szakemberig egyaránt mindenki benne volt, és ez működött, és ez elkezdett működni. És bele tudtunk kapcsolódni a budapesti városfejlesztés kérdéseibe. Tudtuk az országban az értékvédelmi rendeleteket, helyi értékvédelmi támogatások rendjét kidolgozni, tehát egy más léptékbe kerültünk ettől az iskolától, mert lehetővé tette, hogy valamilyen módon az egész működésnek a hátterével is tudjunk foglalkozni. A konkrét tervezési feladatoknál pedig a történeti város terei, köztereivel kapcsolatos feladataink jöttek elő. Ez a budai rakpart átalakításának a tervezésétől a metróhoz kapcsolódó terek, Barostér, Kálvin tér, Fővám tér, vagy a Bartók Béla út és a Kosztolányi Dezső tér újraformálásába kaphattunk szerepet, mert ez érdekelt, mert ez volt az az új terület, ami egy továbblépésre adott lehetőséget. A végén pedig 2003-2004-től kerültem abba a helyzetbe, hogy a 4-es metró 10 állomását tervezhettük, mert az építészeti pályázatot valószínűleg érdeklődésünknek köszönhetően, rálátásunknak köszönhetően egy kis csapattal sikerült megnyernünk, és innentől egy 10 éves építési program indult. Az a tanulsága ennek az egész folyamatnak, amit egyik mesterem, Barát Etele kérdezett, amikor interjúztatott, mielőtt elhelyezkedtem nála, hogy és tudsz-e liftezni? És először nem értettem, hogy mi a nehéz a liftezésben. A liftezésben az a nehéz, hogy a léptékek között állandóan váltani kell. Tehát a városi léptékről vissza tudsz-e lépni azonnal a részletcsomópont kérdésére. A részletcsomópontban látod-e azt a mozgatórugót, ami az egész rendszert mozgatja. Ha a rendszerrel foglalkozol, tudod-e, hogy milyen következményei lehetnek a mindennapi kisebb szereplőknél, vagy a kisebb döntéseknél. Ez a liftezés jelentem nagyon érdekes, de nagyon fárasztó. Viszont abban, hogy a mikrokozmoszt összekapcsoljuk a makrokozmosszal, azt hiszem, hogy az egyik legjobb gyakorlat. Köszönöm a figyelmet!